Következik most egy nem nekrológ. Törőcsi Mariról, a 20. és a 21. század egyik legfontosabb színésznőjéről lesz szó. Mondhatnám most, hogy egy személyes emléket, amikor egyszer találkoztam vele, egy pillanatra odajött hozzám, illetve úgy mondanám, hogy egy pillanatra lelassított mellettem, és csak annyit mondott, hogy Svávikám, szeretem magát, és már ment is tova, pedig már idős volt nagyon, de szinte rohant is tovább. Nagyon-nagyon jól esett ez a kis dicséret, de inkább arról beszélnék most, hogy a színházban az a legeslegnagyobb csoda, hogy egy nagy színész megjelenik a színpadon, és kimondja a legeslegelső mondatot. Akkor mindig meghűl bennem a vér, lútbőrözik a testem, és mindig arra gondolok, hogy mennyire szerencsés vagyok, hogy élőben hallhatom ezt a hangot. Törőcsik Marinak nem tudom, hogy volt-e életében egy mondatos szerepe, nem hiszem, hogy volt neki, de ha lett volna, akkor is mindenki amiatt az egyetlen egy mondat miatt emlékezne arra a darabra. Az egyik legnagyobb magyar színésznő távozott közülünk, most ráemlékezünk a fantasztikus, csodálatos Törőcsik Marira. Egy nyomtatott névtábla, egy csokor sárga rózsa és egy üres öltöző. No és a tükör, amelyik előtt annyiszor sminkelt. Törőcsik Mari hajdani szobácskája a Nemzeti Színházban. Előadás előtt innen nézhetett ki a Dunára, és itt gondolhatta át, hogy mit is akar aznap játszani. Bár a vége felé már, mondja a hajdani férj és barát, szó szerint a túlélésért küzdött a színpadon. Olyan volt, hogy azt néztük meg a színészek, hogy nehogy elessen a színpadon. És ezen a ponton vallom be, hogy nem akarok nekrológot csinálni. Nem akarom felsorolni, hogy Törőcsik Mari hány díjat kapott, hány főszerepet játszott. Nem. Töredékeket gyűjtöttem róla. Kezdjük azzal, hogy imádta az életet. Ezt ő maga mondta 2013-ban Rónai Egonnak. Remekül tudok élni, mert nagyon tudok boldog lenni, ha kisüt a nap, vagy... Szóval mindennek tudok örülni, na. Szinte hihetetlen, de még az első plakát is megvan, amin szerepel a neve. Közvetlenül a világháború után jótékonysági előadást rendeztek a Pélyi iskolások. A rendező Törőcsik Joachim volt, Törőcsik Marián pedig ritmikus táncot adott elő. Törőcsik Joachim a papa, Marián pedig Törőcsik Mari eredeti neve volt. Igen, a Marián az egy férfi név, de az anyakönyvezésnél elírták, így a későbbi Mari gyerekként fiú nevet hordott. Én nem is tudtam, hogy ennyien tudják, hogy mi férj és feleség voltunk 100 évvel ezelőtt. Bodrogi Gyula és élettársa Angéla a lakásukon fogadtak bennünket. Gyula bácsi elmesélte, hogy a színművészeti főiskolán ismerte meg Törőcsik Marit. Azt mondta, hogy egy fél évi vizsga volt, ahol a későbbi felesége éppen énekelt. Az ott lévők többsége szerint nem túl jól, Bodrogi viszont teljesen mást hallott. Én úgy akkor beleszerettem. De az az érdekes, hogy a Csurka Laci meg a Kóti Árvi ugyanúgy beleszeretett. De nem csak a színész hallgatókat babonázta meg, hanem az akkor már befutott filmrendezőt, Fábri Zoltánt is. Találtam egy cikket a korabeli Filmszínház muzsikában, amelyben Fábri arra panaszkodik, hogy hónapokig nem találta meg a Körhinta című film főhősnőjét. A már említett cikkben minden főszereplőt kikérdezett az újságíró a filmről, kivéve Törőcsik Marit. Róla csak annyit írt, hogy az szorgalmasan tanul a főiskolán, és ha sikeres lesz, akkor még szorgalmasabban tanul majd. Pedig lehet, hogy megért volna egy kérdést a diáklány. Azért is, mert a Körhinta a Cannes-i filmfesztiválon 1956-ban iszonyatosan sikeres lett. Még a legjobb filmnek járó aranypálmára is jelölték. Ezek a képek azon a fesztiválon készültek. Törőcsik Mari persze sehol, őt nem vitték ki a bemutatóra. A sikert jelzi, hogy a képen éppen az Oscar-díját átvevő francia rendező François Truffaut például ezt írta a naplójába, Brigitte Bardot Cannes-ban. De minek? Törőcsik Mari Budapesten? Miért nem itt? Merci beaucoup!
Szóval a főiskolás lányból azonnal sztár lett, akiről Londontól New Yorkig írtak a lapok. Persze a sztárság nem jelentett egyben gazdagságot is. A körhintáért, ezt most elmondom, nem fogja elhinni senki, kapott pausálét, tehát az egybeösszeget és napi díjat. A pausália volt 3000 forint. 3000 forint, nem 300 ezer, nem 3 millió, 3000 forint, és naponta 140 forint. Na most ez azt mondjuk, hogy akkor persze más volt. Az akkor is olyan kevés volt, hogy csináltatott egy szép szürke ilyen kabátot, aminek az ára 3500 forint volt. Ráadásul a főiskolás osztálytársai sem hagyták, hogy olyan nagyon elbízza magát. Perlaki István például úgy emlékszik, hogy Fonyó József ugyan viccesen, de megmutatta Marinak, hogy mennyit ér itthon a körhinta sikere. Az ötödik emeleti teremben volt nekünk a balettöltözékünknek, meg a tornaruháknak a szekrényei, és a Fonyó Józsa beküldte a szekrénybe a Marit, hogy ne legyen nagyképű, és velükkel ne úgy viselkedjen, hogy nagyképűen egy filmszínésztő viselkedik. Perlaki István emlékszik egy esetre, amikor Törőcsik Mari vékonyságát és lapos hasát használta ki egy tanáruk szemléltetésre. Amikor Nagy Adorján az első évre tanította a mély légzést, tehát a helyes légzést, ami színpadon elengedhetetlen, pont a Mari volt az, akinek úgy oktatta a mély légzést Nagy Adorján a Dóri bácsi, hogy lefettette egy padra, és a hasára rakott jó néhány könyvet, lexikon nagyságú méretű könyveket, és akkor kellett neki olyan lé, hogy lássa az osztály, hogy hogy veszi a levegőt. És miközben a főiskolán idézőjelben persze szemléltető eszköz volt, ő lett az ország legismertebb fiatal színésznője. Elővettem a kor legjelentősebb színházi magazinjának 1958-59-es és 60-as példányait. Törőcsik Mari szinte kibérelte magának a címlapot. Egyetlen más színész sem volt annyit az újság első oldalán, mint ő. Bodrogi úgy emlékszik, hogy háziasszonykodni viszont csak ritkán próbált, és akkor sem túl sok sikerrel. Egyszer azt mondta, hogy főzök neked, mert én mentem el, és aztán utána telefonált, hogy édes Bodrogi, az a helyzet, hogy egy kicsit felrobbant a konyha. Hamarosan elmeséli majd Bodrogi Gyula, hogy féltékenyek voltak-e egymás sikereire, de előbb vissza a Nemzeti Színházhoz. Nem véletlenül van itt ez a sok sárga rózsa. Ez volt ugyanis Törőcsik Mari kedvenc virága. Amíg ott voltunk, folyamatosan érkeztek az emlékezők. Nagyon az ifjúságunkkal van együtt. A körhinta még mindig az emlékezetemben van, Sós Imrével, művésztársával. Nagyon-nagyon jó színész volt, olyan közeli. Tulajdonképpen a felnőtt létemet végig kísérte. Amikor elkezdtem moziba járni, meg elkezdtem színházba járni, akkor ő volt az, aki az elsők között megérintett. Én nagyon szeretem, hogy a művésznő verset mond, meg azokat a költőket is szeretem, akiket ő szeret. És hogy mik és kik voltak az ő kedvencei? A filmek közül a Casablanca volt neki a legjobb, de imádta, hogyan Kozák András verset mond, és csodálta Mészáros Ági tudását. Az már csak a véletlen műve, hogy Mészáros Ági lánya az a Vojt Ági, aki Bodrogi Gyula második felesége lett. Törőcsik Marinak meg 3,5 férje volt. Azért fél, mert ő Tordi Gézát is annak számította, bár vele nem házasodtak össze. Végső társa egyébként Már Gyula filmrendező lett, de a többieket sem feledte el. Nagyon szeretjük egymást Bodrogival, Tordival, szóval én az első férjem, Isten nyugosztalja, őrá nem szívesen emlékezem, úgyhogy nem most mondom a nevét, egy napig volt a férjem. Egy napig? Egy napig, igen, egy napig.
Egyébként ez a bizonyos egynapos férj Wiedermann Károly filmrendező volt. Az ő legismertebb munkája talán az Egy óra múlva itt vagyok Harsányi Gáborral. Az meg megint a sors fintora, hogy a Házasságból elégséges című filmet is ő rendezte. Annak egyik főszereplője korábbi felesége Törőcsik Mari volt, a másik pedig Bodrogi Gyula, vagyis Törőcsik Mari második férje. De miért nem jöttél be? Víztől félsz, vagy tőle? Egyik ötöket se kedvelem. Persze, a káprázatos fürdőruhádat félted, mi? Újra a Nemzeti Színház előtt vagyok, de már azzal a Bérces Lászlóval, akit a legtöbben talán az Ördögkatlan Fesztivál szervezőjeként ismernek. A férfi 21 napig faggatta Törőcsik Marit annak életéről, ebből született beszélgető könyvük. Az első tulajdonság, amit megismerhetett a színésznőből, az a kíméletlen őszinteség volt, mert hogy Törőcsik évekig nemet mondott a könyvre. Mondta, hol viccesen, hol komolyan, hogy Svajda is akar, de én a Svajdát sokkal jobban szerettem, mint magát, és én neki is nemet mondtam. A másik, ami biztosan kiderült ezekből a beszélgetésekből, hogy Törőcsik nagyon szeretett adni. Egyszer például beszélgetés közben derült ki, hogy Bérces Lászlónak születésnapja van. A színésznő majdhogy nem felháborodott ezen. Ember, hát miért nem mondja? Maga nem normális, mit csináljak most? Hát készültem volna, és ott járkált a lakásban, nem tudtam, hogy mit akar. És egyszer csak látom, hogy nézegeti a díjait. És na melyiket adjam magának? Hát mondom, Mari, ne őrüljön meg. És nem tudtam lebeszélni. Én meg nem tudom megállni, hogy ne javasoljak önöknek egy Törőcsik Maris filmet, a kedvencemet. Azt, amelyikben a másik óriással, Avar Istvánnal alkotnak egy párt. Persze Törőcsik itt is a maga módján adja elő a szerelmi vallomást. Kuplungtárcsája van? Ad. Ad? Adok. Mikor? Holnap. Ígértem, hogy megkérdezem Bodrogit, hogy nem voltak-e féltékenyek egymás sikereire. Azt mondta, hogy hangozzék ez bármilyen furcsán, egyáltalán nem. Az is igaz persze, hogy ifjú felesége sokáig nem is látta őt a színpadon, hiszen folyton filmezett. Amikor viszont megnézte, akkor nagyon megdicsérte. Bejött az öltözőbe, azt mondta, édes Bodrogi, én nem is tudtam, hogy te ilyen jó színész vagy. No, ettől még sokáig nem Bodroginak hívta a köznyelv, hanem Törőcsik Mari férjének, mert hogy mire az ő pályája nekilendült, felesége már európai hírű sztár volt. Lettisz, itt az új divat, járjuk, mi csak megvirad. Jöjj, öltöz végre már. Jó, csak tapsolj vele, vegyük egy-két hát. A dal annyira fülbemászó, hogy Bodrogi ma úgy 60 évvel később is emlékszik rá. Tam, 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 dalam, dalam, lát, kész, de, na ját, abban az ilyen zenés táncos dologban én voltam a menő. Természetesen megkérdeztem Bodrogi Gyulát, hogy mitől lett Törőcsik a Törőcsik? Mitől volt ő más, mint a többi színésznő? Abban a pillanatban, hogy belépett Maria színpadra, valamiért oda kellett rá figyelni. Egy kis hangocskája volt, és meg tudta úgy ereszteni azt a pici hangot, hogy ilyen lett a néző. Csuda, csuda kis leány volt, az biztos. Azt hiszem, hogy nem tévedek nagyot, hogyha azt mondom, hogy egy ember színházhoz való viszonyát a gyermekkor határozza meg. Ha az első néhány előadás jó sikerül és emlékezetes marad, akkor az ember egész életében szeretni fogja a színházat. Nekem három meghatározó élményem van gyermek és fiatalkoromból. Az egyik a Dr. Zsivágó Szolnokról, a másik a Dr. Herc a Madácsból, úgy tűnik, hogy üldöztek a doktorok, a harmadik pedig a Fizikusok a Nemzeti Színházból. Ennek volt főszereplője nem akárkik mellett Törőcsik Mari. Sajnos csak két fotót találtam erről a csodás előadásról, amelyben egyébként mások mellett Őze Lajos, Besenyei Ferenc és Sinkovics Imre voltak Törőcsik Mari társai. Elképesztő névsor. Emlékszem, hogy megbabonázva néztem, ahogy ez a kicsi törékeny asszony eljátsza a gonoszt, a kőgonoszt. És akkor elhatároztam, hogy ezentúl, amikor csak lehet, föl fogok jönni Jászberényből Budapestre, hogy minél többet mehessek színházba. Hát nekem ezt jelentette Törőcsik Mari. A heti naplóban Erdézsi Zoltán emlékezett.
És Törőcsik Marit már el is búcsúztatták ott, és úgy, ahogyan szerette volna, ahogyan kívánta. A Hamvai teljes titokban szólták szeretet folyójába, Tiszába, természetesen Pénynél, vagyis abban a faluban, ahol gyerekeskedett, és ahol először lépett a színpadra.